Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, focis témai videó, csak ezúttal nem autóban ülök, hanem most így itthonról. Ahogyan itt a cikkekben látjátok, itt is van egy Honvéd, Lanzafame, Honvéd. Igen, Davide Lanzafame visszatért a Honvédba. Na most ugye a tegnapi live-ban már erről beszélgettünk egy pár szóban, hogy jól döntötte a Ferencváros, jól döntötte a Honvéd. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ez a legjobb. A Fradinak miért? Kezdjük azzal. A Fradiban jelenleg, ha még Lanzafamét belevesszük, akkor 17 külföldi játékos van. 10 játékost regisztrálhatnak az NB1-be. Tehát van 7 játékos, 7 külföldi játékos, aki feleslegesen van ott. Kölcsön kell adni, el kell adni. Na most Lanzafame volt ennek talán az első áldozata. 32 évesen egy nagyon jó ferencvárosi idény után visszatért oda, ahol ismerté vált Magyarországon. Lanzának nagyon jó, mert volt egy nagyon jó fradis éve, amikor bajnok lett, ugye Honvéddal is bajnok lett egyszer már, meg akkor most a mivel az? Fradival is bajnok lett, szóval franc van már, pillanat, na. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő is jó járt azzal, hogy visszatért a Honvédhoz, mert a Fradinál tényleg létszámon felül játékos volt. A Fradi kezdőjében most nagyon nehéz bekerülnie egy 32 éves játékosnak, szerintem a Honvédba, és láthattuk, hogy a Honvédnak, tehát két forduló után nulla pontja van, és rá is kattintok közben egyébként. Honvédnak ugye láthattuk, az első két fordulóban nagyon nem ment nekik a játék, úgyhogy igenis, szükségük van Lanzára, ott van, kölcsönbe érkezett a Gárdához, amelynek kötelező vásárlási opciója lesz, az idény végén kötelező, meg kell vásárolni. Na mindegy. Egy nagyon jó kis videóval köszöntötték egyébként Lanzát a Honvédnál, akkor még ugye nem lehetett pontosan tudni, hogy ki az, de hát nyilván a jelek, ugye, amik a videóban voltak. Úgyhogy szerintem mindenki baromi jól járt ezzel a dologgal. Itt van a Ferencvárosnál a játékos mozgás. Frank Boli, ugye, akit most szereztek meg, aztán Civic, úgy kell mondani, igen, Skvárka, aztán hát a távozók között Goriárán, ő már ugye biztosan elment, Koch, Lanza, és akkor még Georgievic ment el a klubtól, de még van, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 6 játékos van még, akin túl kéne adni, valószínűleg őket is kölcsönbe fogják adni. Kölcsönben a legegyszerűbb egyébként, mert akkor nem kell nagyon itt árról tárgyalni, valószínűleg átvállalja a Honvéd is a Lanzafame-nek a fizetését, a Fradinak pénzébe ezáltal nem kerül, legalább a saját játékos és ugye játszik valahol, ha meg nagyon jól ment Lanzának, akkor úgyis lesz helye jövőre a Fradiban. Vagy ha nekik nem kell, akkor viszont jó árat el tudnak kérni tőle a Honvédtól. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyit szerettem volna ebben a rövidke videóban. Lanza a Honvédban, a Fradi is jó járt vele, a Honvéd is jó járt vele, és Lanzafame egyébként talán a legnagyobb nyertes ennek az egésznek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!